A Magyar Vörös Kereszt az Országos Mentőszolgálatnak már hosszú évek óta stratégiai partnere. Az első segélynyújtás vizsgáztatás területén nap mint nap együtt dolgoznak, így nem volt kérdés, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is segítséget nyújtanak a mentősöknek, mondta el televíziónknak Sasvári Krisztina, a Magyar Vörös Kereszt Csongrád megyei szervezetigazgatója. A koronavírus járvány idején pedig a Magyar Vörös Kereszt úgy döntött, hogy ezt a partnerséget azzal is erősíti, hogy megpróbál kiemelt támogatást nyújtani az Országos Mentőszolgálatnak, hogy az ő szakmai feladataik ellátása sokkal koncentráltabb lehessen. Ennek érdekében többféle feladatellátást is vállalt föl országos szinten a Magyar Vörös Kereszt, és ezzel a feladatellátással foglalkozik a Csongrád megyei szervezet is. Elsőként húsvét után kapcsolódtunk be logisztikai támogatással a mentőszolgálat munkájába is Csongrád megyében. Ami azt jelenti, hogy a lázméréssel és a határellenőrzéssel foglalkozó mentősöket a vörös keresztes kocsival szállítják ki, hiszen a nap 24 órájában a határon ellenőrzés történik. Sasvári Krisztina hozzátette, hogy a logisztikai támogatás révén nem a mentőautók kerülnek ki a forgalomból, hanem a saját autóik, amelyekkel szintén nagy biztonsággal tudják elvinni a szakembereket a helyszínre. Hanga József, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa is kitért arra, hogy miben nyújtanak számukra még segítséget a vöröskeresztes önkéntesek. Volt, amikor 4 darab mintavételezési kocsi volt beállítva, ugye ezeken a kocsikon teljesítenek szolgálatot ezek az önkéntesek, illetve a határokon leginkább Röszke és Csanádpalota az, ami bennünket érint. Itt folyamatosan 24 órában határátkelőnként 2, illetve 3 fő teljesít folyamatosan szolgálatot. A mentőszolgálat mellett a Magyar Vörös Kereszt Csongrád megyei szervezete a hátrányos helyzetű személyek segítésével, ételosztással, maszkok adományozásával is karitatív missziót végez.